Amikor elkezdted a pályádat, akkor milyen betegségei voltak az egészségügynek? Emlékszel arra? Köszönöm, nagyon jó kérdés így elindulni. Valóban, mert az a folyamat, ami az egészségügy körül zajlik, az egy hosszú folyamat, és azt lehet mondani, hogy az utolsó, mondjuk így, hogy rendszerváltás utáni időben egy kritikussá váló folyamat lett. Tehát valóban itt nagyon lényeges a tendencia, hogy honnan indult ez az egész, és hova érkezett. Én 30 éve vagyok orvos, 30 éve a Debreceni Gyerekklinikán kezdtem el dolgozni, és aztán 10 év múlva jöttem Budapestre a Betesdába, hívott ide akkor a Dizseri Tamás, aki vezette és újraalapította a Betesdát, ami egy nagy kuriózum volt akkor, most is az, hogy egy egyházi kórház, egyházi gyerekkórház zajlik. Tehát ez az én pályám íve. Hogyha nagyon egyszerűen akarnék válaszolni, azt tudom mondani, hogy 30 évvel ezelőtt nekünk azt mondták az öregek, hogy nagyon nehéz helyzetben van az egészségügy, nagyon nehéz ma orvosnak lenni, de nektek ez már csak sokkal jobb lehet. Most azt tudom mondani, hogy amikor mi beszélgetünk a fiatalokkal, akkor azt szoktuk nekik mondani, hogy nagyon nehéz helyzetben van az egészségügy, nagyon nehéz ma orvosnak lenni, de nektek ez már csak sokkal jobb lehet. Úgyhogy globálisan ez a kép. Hogy honnan és miért, és azóta mi történt, azt megint azt gondolom, hogy egy pár képpel, meg egy pár adattal lehet megvilágosítani. Van az egész dologban egy még messzebbre visszanyúló trend. Az orvos, mint független értelmiségi, és mint egy tulajdonképpen a szakmája miatt is autonóm ember, az szálka volt sokszor a hatalom szemében. És tulajdonképpen ez abban a világban, abban a rendszerben, elindulva a Szovjetunióból, elindultak orvosperek, és módszeresen a hatalom, egy globális hatalom igyekezett az orvosokat, és a vele együtt dolgozók, ennek a szenvedő alanyai voltak, betagozni, és ezért ezt az autonómiát, ezt a hatalmat megtörni. Ezért tulajdonképpen kialakultak olyan viszonyrendszerek, gondolok itt a átlag értelmiségihez képest alacsonyabb bérekre, paraszolvencia kényszerre ilyen értelemben, olyan viszonyrendszerek, amik már méltatlanok voltak a hosszú elmúlt évtizedekben, így érkeztünk be a rendszerváltásba, és a rendszerváltásnak volt az egészségügy tekintetében egy lendülete. 90-től kezdve mostanáig, ha megnézzük az egészségügy átalakítását, akkor ebből messze a legproduktívabb időszak a 90 és 94 közötti kormány volt. A rendszerváltás óta eltelt magyarországi viszonyoknak az egészségügy a fő vesztese. De pénzügyileg, az átalakítások dinamikáját tekintve, és sok minden más helyzetből, és ennek nyilván megvan a, mondjuk a csúnya szót, humán erőforrás következménye, az egész ügy kiüresedett, az utánpótlás, illetve az itthon megmaradó orvosok, ápolók aránya, egyáltalán például az ápolói pályára lépők aránya, nagyon rossz lett. Ennek megint sok oka van, ami biztos elő fog még jönni ezekről. Érdemes egy kicsit mélyebben beszélni, de összességében ez az általános kép. Hozzá kell tennem azt, hogy borzasztó sokat változott is az egészségügy. Egészen más lett a kultúra, egészen mást vártak el, és tudtak kapni a betegek. Csak hogy a saját életünkből egy példát mondjak, amikor én kezdtem a szakmát, akkor a gyerekkórház az úgy nézett ki, hogy feküdtek a gyerekek szépen sorba, úgyhogy hetente egyszer vagy kétszer látogatták őket a szülők. Ma pedig a legtermészetesebb, hogy egy-egy gyerek körül mindenki ott van, nyüzsög, valójában szülő és gyerekgyógyászat párhuzamosan, közösen lett a szakmánk. Ez például egy nagyon jó trend. Még beszéljünk egy kicsit a pénzről, az orvosok béréről. Itt van, múltkori előadásodnak az anyaga itt van előtted, és ott van egy nagyon érdekes, lehet, hogy fejből is tudod, lista, hogy a különböző ágazatokban hogyan áll az orvosok bérezése, illetve az egészségügyi dolgozók bérezése. Szerintem érdemes lenne ezt megosztani, mert engem is nagyon meglepett ez a lista. Igen. Megint kicsit
úgy mondanám, hogy a dolgokat még mélyebben érdemes megfigyelni. Mert amikor az egészségügyről beszélünk, és az egészségüggyel találkozunk, akkor elsősorban orvosokról beszélünk, és velük találkozunk. És nyilván, hogyha itt elkezdünk majd beszélgetni, mindenkinek megvannak a maga jó és rossz történetei. Az orvosokról elsősorban, mert ők jönnek szóba. És aztán utána, ha kibontjuk, lesznek majd ápoló, meg más történetek is. Az orvos társadalom nagyon sok szempontból kényszerpályákon mozog, és nagyon sok értelemben türelmetlen és frusztrált, és keresi a maga túlélési stratégiáját, amit a társadalom nehezen él meg. Én belülről úgy látom, hogy nagyon sok, és erről még külön érdemes beszélni, nem akarok most részletesen belemenni, nagyon sok érték van az orvostársadalomban, de valóban az a kép, amit önmagáról sugározni tud, az egyáltalán nem jó. És ezt azért kezdem így a szöveget, mert az viszont, azt én nem tudom elég, így mondanám, hogy düvel és szomorúsággal mondani, ami az ápolókkal van. Ott nem ilyen hogy úgy mondjam, zavaros és ellentmondásos a kép, az, hogy egy ápoló ma azért az eszement kemény munkáért, amit végez, azért jóval kevesebbet kap, mint a plázákban áruló eladók, vagy sorba lehetne mondani, hogy a takarítók, az, hogy egy családnál valaki, az, hogy nekem az ápoló munkatársaimnak a fele intenzív szakápoló, ami a legképzettebb és legemberfelettibb munka. Az intenzív szakápolók a Betesdából műszak után elmennek családokhoz takarítani, ez botrány. Tehát, mert sokkal többet keres érte. És az intenzív szakápolóinknak a fele családoknál takarít a saját műszakát, lerakja reggel 7-kor, és utána megy takarítani üres lakásokba. Tehát ez botrány, ez elképesztő. Az, hogy az ottani órabére az háromszorosa, amit egy családtól kap, mint amit az állam fizet neki, azért aktuálisan most, ha bemennénk a Betesdába, akkor 8 darab gépen lélegeztetett súlyos éget, súlyos fulladó gyerek, életveszélyben levő gyerekre 2 darab intenzív szakápolót tudunk kiállítani, akik bementek oda este 7-kor, és reggel 7-ig pisilni, ezt szó szerint mondom, nem tudnak kimenni, és ezért kapnak 1000 forint körüli órabért. Tehát ez olyan fokú alulbecsülés ennek a... És aztán persze a beteg, vagy a édesanyja, az aktuálisan azt látja, hogy ő szeretné a maga problémáját megosztani vele, ő meg azt mondja, hogy bocsánat, de most nem tudok ezzel foglalkozni, mert rohan a másik ágyhoz. És ebből aztán kommunikációs és egyéb zavarok lesznek. És az az igazság, hogy amikor ez a nővér reggel 7-kor hazamegy, és utána elmegy takarítani, és utána estére hazamegy a férjéhez, akkor a férjének az kevés, és elválik tőle. Sokkal rosszabbak a családi körülményeik, abszolút agyon vannak dolgozva, tele vannak korán betegségekkel, ezekről mindről a Kórházszövetségbe adatokat gyűjtöttünk, tehát a nővérek várható élettartama, vagy a nővéreknek a betegség előfordulásai, magas vérnyomástól kezdve minden, sokkal rosszabbak a társadalomnál. Tehát az, ami az ápolókkal történik, az nem, úgy mondanám, hogy az nem árnyalható, az botrányos. Ezért nagyon lényeges az, ami most elindult, hogy ápolói béremelés sajnos messze nem olyan mértékű és ütemű, mint amire szükség volna. Nincs is emellett a helyzet mellett ápolói utánpótlás, tehát lényegében a Betesda olyan helyzetben van egy sajátos kultúrája, viszonylag jó a munkatársi ellátottságunk, de ápoló tekintetében én se tudom megmondani azt, hogy 5 vagy 10 év múlva, mert nincsen képzés Budapesten, néhány fiatal lány képződik ápolónak. Nem tudom megmondani, hogy ki fogja ápolni a gyerekeket, és azt pláne nem tudom megmondani, hogy ki fogja ápolni az öregeket az országban, mert a gyerek az még mindig empátiát ébreszt, és azért valaki, akinek jó lelke van, az eljön a súlyos gyereket ápolni. És akkor a szám, amit kérdeztél, bocsánat, egy kicsit indulatosan válaszoltam, mert ez nagyon-nagyon bennem van. Az csak most, hogyha az egész
rendszerre nézünk, a szellemi foglalkozásúaknak a fizetési rangsorában az egészségügyben dolgozók a mért 18 ágazatból, itt minden ágazat pénzügy, számvitel, különböző kereskedelem, meg szociális, meg oktatás, úgy minden van, a mért 18 ágazatból a 16. helyen van. Tehát lényegében kettő ágazat van, ami mögötte van globális fizetésben. Azt hiszem ez a szám is nagyon sokat mond. Szándékosan nem kérdeztem még meg azt a kérdést, amire lehet, hogy nagyon sokan már várnak. De azt gondoltam, hogy mivel olyan sok összefüggésben van az előbb elmondottakkal, ezért nem érdemes előbb beszélni róla a hálapénz. Hogyan lehetne ezt a több évtizedes magyar sajátosságot meggyógyítani az egészségügyben? Igen. Hálapénznek sok oka van, és ezek közül csak egy nem mellékes, de tulajdonképpen messze nem a legfontosabb oka az alulfizetettség. Tudnélik, hogyha ránézünk erre a kérdésre, akkor van egy olyan jól mért adat, hogy a hálapénznek a 90%-át az orvosoknak a 10%-a kapja meg, és a maradék 10%-át az orvosok 90%-a. Van néhány olyan szakma, ahol hálapénz nélkül, most ha azt mondanák, hogy büntető jogilag az ügyet megtiltják, azonnal x évig terjedő szabadságvesztésre ítélik azt, aki hálapénzt fogad el, akkor néhány orvosi szakma azonnal kiürülne, és lenne ellátási zavar, de a orvosi ellátásnak a 90%-ában lényegében nem történne lényeges változás. Ez egy nagyon fontos része és a kérdésnek, és ebből az következik, hogy tulajdonképpen, ha megemeljük másfélszeresére az orvosi béreket, akkor a hálapénz attól nem fog eltűnni, mert sokkal komplexebb okai vannak. Annak a 10%-nak az a másfélszeres bér az lényegében semmit nem jelentene, mert az sokkal többet keres ennél. Tehát az nem lenne neki tényező, és ettől nem lenne más az ő attitűdje. Van egy csomó olyan tabu az egészségügyben, amit ki kellene beszélni, és kellene benne társadalmi konszenzus, de erre nem képes sajnos a magyar társadalom, és ehhez nem elég bátor a politika. És ezeknek a végigvitele kellene ahhoz, hogy a hálapénzhez komolyan hozzá lehessen nyúlni. Mert mi az, amit a hálapénzen megvásárolunk? Alapvetően biztonságot és speciális ellátásokat. Azt vásároljuk meg, hogy minket a legjobb operatőr operáljon. Mi abba a kórházba kerüljünk, ahova mi akarunk menni. Nyilvánvaló, hogy nem tud az országban mindenkit hangodi főorvos úr operálni csípőprotézissel az uzsokiba. Ennek ára van. Ő neki bár hatalmas munkabírása van, és a világ egyik legjobb operatőre, nem elvárható, hogyha innen valamelyikünknek csípőprotézisa van, legyen, akkor ő ingyen azt megoperálja az OEB befizetésünkből. Ez az a kérdés, amit mi hálapénzzel próbálunk rendezni. Hogy ő operáljon, vagy X, vagy Y, vagy Z operáljon minket, abba a kórházba, ahol mi akarunk, és olyan kórterembe, ahol mi akarunk. És akkor, amikor mi akarjuk. Tehát az, hogy ezeket a kérdéseket kimerjük nyitni, és azt merjük mondani, hogy igen, van egy ellátás, amit mindenki meg tud kapni, ez legyen kötelezően, és ellenőrzötten, és büntetőjogilag garantáltan ingyenes, ez legyen egy minél magasabb színvonalú ellátás, de azt az extrát, hogyha én a újpesti lakosként el akarok menni a Szent Imre kórházba, Dél-Budára, azért, mert valamilyen ellátást ott akarok, amit megkaphatnék a hozzám közeleső Uzsoki utcai kórházba, vagy Honvéd kórházba, azért nekem van valamilyen most hálapénzzel kifizetett, akkor pedig, hogyha ezt a dolgot elkezdenénk vonszolgatni, plusz befizetéssel rendezhető felelősségem. Nagyon izgalmas, hogy erről hallani nem akar a társadalom se igazából, és nem akar hallani semennyire sem a politika. Egy tegnapi egészen friss élményem van ezzel kapcsolatban.
A Bethesda most szeretne fejlődni, és nagyon nagy igény is van arra, hogy létrehozzunk egy egyházi szülészetet. Ezzel kapcsolatban kormánydöntés előtt vagyunk, jövő héten kedden kerül a kormány elé ez a egy év alatt elkészített, meg már hosszú évek óta tervezett anyagunk. Az általunk megálmodott szülészetnek három sajátossága van ebben a mindenki által már végegyeztetett előterjesztésben. Az egyik az az, hogy ez egy olyan szülészet lesz, ahol nincs abortusz. Az abortuszt el lehet végezni a közkórházakban, az egyházak és a ilyen szellemben élő lakosság és orvosok szeretnék, ha lenne egy olyan szülészet, ami abortuszmentes szülészet. Ez az egyik elem. A másik az, hogy a szülészetben van egy olyan felfogás, jogos felfogás, hogy túl van technológiailag. Ez is pörgetve, túl sok a császármetszés, túlságosan kis figyelem van arra, hogy valóban a természetes folyamatokat hagyjuk a maguk spontán menetében, és akkor avatkozzunk be, ha szükséges. Ismerjük mindannyian ezeket a otthonszülésig vezető és sokszor zsákutcákat is okozó, de ugyanakkor nagyon jogos társadalmi elvárásokat. Mi azt mondtuk, hogy olyan szülészetet akarunk, ami abortuszmentes és természetes szülészet. És ugyanebben az anyagban világosan leírtuk, kidolgoztuk a konstrukciót, hogy olyan szülészetet akarunk, ami paraszolvenciamentes szülészet, nincsen hálapénz benne, hanem világosan néven nevezzük, hogy aki szülni akar, bejöhet bármikor és megkapja a szülészeti ellátást, tisztességesen le fogja vezetni az ügyeletet teljesítő orvos és szülésznő a szülészét, de aki önálló szülészt akar, aki otthon egyébként a családjával lehetne, de be fog jönni a szülészetre, annak ne a zsebébe dugdossák a pénzt, hanem azt fizesse be egy számlára, és azt szépen arányosan szét fogjuk osztani azok között, akik erre bejöttek. Ez le van írva, ez a koncepció, végigfutott már rengeteg egyeztetésen. Tegnap késő este kaptam a minisztérium egyik vezető illetékesétől a telefont, hogy na most ezt az utolsó pillanatban ki kell húzni, mert így nem lesz az egészből semmi. Mert ezt nem tudja a kormány elvállalni, jelen pillanatban sem, és nem tudta elvállalni soha, hogy ennek a konfliktusnak kitegye magát, hogy ezt a, és, ne, és ezért nem a kormányt kell szidni, hanem magunkat, a lakosságot. Mert amikor én most kiállnék oda, és azt mondanám, hogy emberek, akkor most itt van a számla, erre tessék befizetni, akkor a különböző társadalmi közvéleménykutatások alapján ebből botrány volna. Azt mondanák, hogy akkor a magyar egészségügy már fizetős, akkor hol van a kádárizmusban megtanult ingyenes ellátás, és inkább hazudunk folyamatosan magunknak, és beledugdossuk a szülésznek a zsebébe a pénzt, mint sem, hogy egy ilyen, mi ezt az egészet egy éve úgy propagáljuk, úgy beszélünk róla, hogy ez egy, így mondjuk ezt, hogy pilot study, tehát ez egy ilyen tanulmány, egy sajátos intézményi esettanulmány lehetne arra, hogy a hálapénzrendszer országosan hogyan lehetne kezelhető. Végigment, hangsúlyozom, minden egyeztetésen, három nappal a kormánydöntés előtt húzatták ki, és gyomláltatták ki minden pontjából az előterjesztésnek ezt az elemet. Na ezért van hálapénz. És ez a megoldás. És van valami ötletet, hogy... Hát ez az ötletem, hogy erre kell egy társadalmi gyűjtsünk párbeszéd, aláírást. És ezen végig kell menni. Erre kell egy évtizedes program, végig kell beszélni, végig kell menni, meg kell határozni, mi az, ami jár az embereknek, az legyen magas színvonalú és garantáltan ingyenes, és mi az, ami ezen túlmenően extra térítés köteles, és azt hangsúlyozom arra, arányos, vállalható, aki ezt meg tudja tenni, annak plusz pénz befizetésével meg kell találni erre a világos módot. Hangsúlyozom, ha kicsit is belegondolunk, senki nem várja el azt tőlem, aki most szombat este itt ülök, hogy most azonnal rohanjak be ingyen, azért, mert valaki szeretné, hogy én gyógyítsam. Tehát ezek önámítások és hazugságok. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek ma, és nagyon köszönöm Velkei Györgynek, hogy velünk volt.